vajon akar-e valamilyen új rendszert, vagy új viszonyt az önkormányzatok és az állam tekintetében a kormányzó többség kialakítani, hiszen az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés helyen a törvényességi felügyelet szóhasználat jelenik meg ebben a jogszabályban. Ma az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságában volt módunk erről részletesen szót váltani, és az előterjesztők előadták, hogy nem ilyen szándék húzódik meg, bár én az ő nevükben nem akarok beszélni, majd nyilván Répási úr eldönti, hogy kíván-e érveket itt elmondani, vagy sem. Tehát, de ott mindesetre kiderült, hogy nem ez volt a szándék, hanem egyszerűen arról van szó, hogy itt meg akarja mondani a jogalkotó, hogy az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésével kapcsolatban tevékenységet, annak irányítását, melyik tárcánál kívánja elhelyezni. Ez természetesen joga a kormánynak, kormányzati többségnek, és önmagában ez nem vet föl olyan erős agályokat, amelyeket akkor fogalmaznák meg, hogyha valóban a szándék az lenne, amit elsőre gyanakvó ellenzékként kiolvastunk ebből. Tehát itt a puding próbája majd akkor következik el, amikor szavazni fogunk erről az indítványról. Én minden esetre azt, ami ott a vitában elhangzott, hogy nincs ilyen szándéka a kormánypárti többségnek, azt megnyugtatónak tartom, és ilyen módon azt, hogy most hova kívánják elhelyezni, persze erről van szakmai véleményünk, hogy melyik minisztériumnál van jobb helyen, de erről most nem kívánok részletesen beszélni, hiszen a módosító indítvány nem ezt célozza. Így tehát azt kérem, hogy fogadják el ezt a módosító indítványt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Kérdezem képviselőtársaimat, óhajt-e valaki még felszólalni? Jelentkezőt nem látok, lezárom a részletes vita szakaszát. Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 7., 8. és 9. pontjaira vonatkozóan. Ezek az indítványok a harmadik szakasz módosítását kezdeményezik. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Mivel felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita második szakaszát, és ezzel a vita egészét is lezárom. Tisztelettel kérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Köszönöm szépen. Dr. Répási Róbert képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportból jelentkezett képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, Lampert Mónika képviselőasszony felszólalására, illetőleg az ő általa felvetett javaslatra, benyújtott módosító javaslatra szeretnék reagálni. Természetesen az általunk benyújtott törvényjavaslat nem változtat az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének a szabályain, tehát az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése az részben az alkotmányból fakad, részben pedig az önkormányzati törvényben szabályozott kérdés. Ezért az a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény, amely most önök előtt fekszik, az nem változtatja meg azt, hogy az önkormányzatok törvényesség ellenőrzése hogyan fog a jövőben történni. Ellenben a képviselőasszony által felvetett probléma az valós, tehát nem az önkormányzatok törvényességi felügyeletéről van szó, hanem nyilván az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének a felügyeletéről van szó, az önkormányzatok törvényességi ellenőrző önkormányzatokat ellenőrző miniszteri feladatról van szó. Itt nyilván a közigazgatási hivatalok helyreállításával, azoknak a megyei fővárosi közigazgatási hivataloknak a helyreállításával összefügg a kérdés. Ez a másik törvényben szerepel, amely az önkormányzati törvényt úgy módosítaná, hogy majd a kormány kijelöli azt a minisztert, aki az önkormányzatok törvényességi ellenőrzését ellátó közigazgatási hivatalokat irányítja. Tehát a félreértés talán abból adódik, hogy eddig az önkormányzatokért való miniszteri felelősség az egységesen került megállapításra, és egységesen az önkormányzati miniszter volt az önkormányzatokért felelős miniszter, vagy önkormányzatokkal kapcsolatos tevékenységért felelős miniszter. Most pedig ez ketté válna, részben a belügyminisztérium, részben pedig a törvényességi ellenőrzés
és a közigazgatási hivatalok irányítása tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter lenne a jövőben a felelős. Tehát az önök által felvetett probléma csak részben jogos, az a szóhasználat félreérthető, valójában az önkormányzatok törvényességi ellenőrzési szabályai nem változnak. De amennyiben a mai házbizottság ülésen esetleg olyan megegyezésre jutnak a frakciók, hogy házszabálytól eltéréssel lehetőséget adnak arra, hogy a csütörtöki ülésnapon módosító javaslatok elfogadása esetén is sor kerülhessen a zárószavazásra, hogy annak érdekében, hogy ne húzódjon még egy héttel tovább ez a vita, akkor a magunk részéről elfogadhatónak tartjuk a Lampert Mónika által jelzett módosító indítványt. Tehát kérem majd a frakció vezetőket, illetőleg a házbizottság tagjait, hogy adjanak arra lehetőséget, hogy ezt a módosító indítványt befogadjuk. Hangsúlyozom, csak a félreértések elkerülése véget, mert az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének a szabályai nem változnak. Köszönöm szépen a figyelmüket! Lampert Mónika képviselőasszony szót kér, de sajnos nincs lehetőségem megadni zárszó után. A házszabály nem teszi lehetővé a felszólalást. Ezért tisztelt képviselőtársaim, tisztelettel jelzem, hogy a határozathozatalra a csütörtöki ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, haladunk tovább. Soron következik a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Navracsics Tibor, Répási Róbert Fidesz és Rétvári Bence KDNP képviselők önálló indítványát új változatban T/17-es számon, a bizottsági ajánlást T/17/17-es számon